Ájkor Szombathely Kupa néven rendezték meg azt a kétnapos rövid távú utcai tájfutóversenyt, melynek rajtja a Vasi megyeszékhely központjában, a főtéren volt. Valószínűleg a különleges helyszín miatt volt átlag feletti nagy érdeklődés a viadal iránt, melyen összesen több mint 100-an indultak el. Hát én ennek őszintén örülök, hogy ismét versenyezhetünk a főtéren. Most tavasszal tényleg két napot itt leszünk a főtéren, a Jóskarola lakótelepen, de én bízom benne, hogy ősszel is hasonlóképpen a főtéren, a Gályár Parkban, a Történelmi Témaparkban, a Falu Múzeumban szintén tájfutófesztiválon köszönhetünk mindenkit. A versenyzők összesen 16 kategóriában mérethették meg felkészültségüket. Az erőpróbára benevezett sportolók amatőr, illetve profi futamokon indulhattak. A legfiatalabb résztvevő 5, míg a legidősebb 67 esztendős volt. A tájfutó versenyen képviseltette magát Szombathely város vezetése is. Sportolás nélkül úgy gondolom, hogy az emberek a munkahelyükön is kevesebbet tudnak teljesíteni, tehát hogyha nincsenek elég, nem elég edzettek, nem elég fittek. Ez az én részem. A másik pedig, igen, úgy gondolom, hogyha egy politikus, vagy egy alpolgármester, vagy képviselő rendszeresen részt vesz ezeken a rendezvényeken, ezzel példát is mutat. Szombathelyen az idei esztendőben is kifejezetten sok tájfutóverseny lesz még. A következő viadalt április 2-án csütörtökön rendezik majd meg a parkerdőben, ahol délután 14 órakor lesz az első rajt.